Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás, mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, és mit fog tenni. Az első kérdés, mi az ő gondolata, mi az ő terve. Megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Itt te állsz a középpontban, amennyiben te egy hölgy vagy. És itt van a mozgás. Előre mennek a dolgok, de ő úgy gondolja, jobb lenne az, ha te irányítanád az eseményeket. Ez a mozgás lehet egy látogatás, vagy egy kirándulás, vagy változások, esetleg lehet sport, vagy autó is. Tehát ő úgy gondolja, hogy te irányítod az eseményeket, vannak elvárásai, hogy te közeledj hozzá. A második kérdés, hogy hogyan érzi magát. Tulajdonképpen nem érzi túl jól magát, hiszen kapott egy levelet, vagy egy iratot, és valaki ezzel megbántotta őt. Lehet, hogy köztetek volt kapcsolat, és voltak félreértések, és elvárja azt, hogy most te közeledj hozzá, vagy ez a levél valaki mástól jött, ez lehet egy hivatalos dolog is, ami megbántja őt. Tehát egy rossz hír érkezett hozzá. És mit fog tenni irányodba? Itt a könyv jelentheti a zárkózottságát, vagy a te zárkózottságodat, de ez elmúlik, mert az egerek segítenek. Ott, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Az egerek eltávolítják a zárkózottságot, az egerek eltávolítják a félreértéseket is. És most megnézzük azt, hogy mi köt össze benneteket. Milyen érdekes, hogy itt a középpontban most ő jelenik meg a gondolataiban. Te vagy ott, és ami őt illet, ő van a középpontban, tehát nem csak te tudod irányítani az eseményeket, hanem ő is, vagy megvannak az elvárásai, hogy ezek után, a félreértések után te közeledj hozzá, és ő legyen a középpontban, hogy ő megkapja az elismerést. Ha ezt megteszed, akkor így rendezhetitek a dolgokat, és elmúlik ez a titkos helyzet, vagy az ő zárkózottsága. Megvan arra a lehetőség, hogy előre menjenek a dolgok, és tisztázódjon ez a helyzet, ami korábban ez a félreértés volt. Lehet, hogy nem veled kapcsolatos ez a félreértés, vagy ez a vita, hanem valaki mással az ő környezetében, de ez eddig nyomasztotta őt, vagy eltitkolta előled, de ezúttal szeretné ezt elmondani, hiszen találkozni akar veled, beszélni akar veled. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!